Radics Gigi és Király Viktor életében több közös pont is van. A szakmai párhuzamokon túl például az is, hogy mindketten nem régóta mondhatják magukat szülőnek. Hogy ez milyen hatással van a magánéletükre és a karrierjükre, arról természetesen ők maguk vallanak majd hamarosan. Persze jövetelük valódi apropója, Nem szóltál című klipjük, amelynek szövegét együtt közösen írták, a zenei hangzást pedig Gerendás Danival közösen alakították ki. Hogy mennyire elégedettek a végeredménnyel, arról Radics Gigi és Király Viktor számol be nekünk személyesen. Olyan szép volt minden, amikor megláttál, rögtön úgy éreztem, te vagy, aki rég rám várt. Lila köd volt minden, akkor még nem tudtuk, hova tartunk innen. Hazugságban éltünk, szerepet cseréltünk, kimondani megféltünk. Én úgy érzem amúgy, hogy rengeteg mindent változtatott rajtam az, hogy édesanyává váltam. Sokkal tudatosabb vagyok, sokkal felelősségteljesebb, és az, hogy van egy lányom, tehát mai napig is így, ja, nekem van egy lányom, tehát hogy így fel kell nőjek a gondolathoz, hogy úristen, tényleg otthon van egy gyerekem, és vár haza. Csodaérzés, és tényleg az, vagy sokkal motiváltabb vagyok, mint valaha, és szerintem ez miatta is van részben. Mondjuk ki, hogy végre, szerettelek, de most vége. Akárhogy is próbálom menteni mindent, ezért már kár. Amikor csak gondolkoztunk azon, hogy jó lenne egy közös duett, akkor hát úgy voltunk vele, hogy most így felnőtt fejjel úgymond csináljunk egy komoly dalt, aminek komoly mondani valója van, és olyan témája, amivel mások is tudnak azonosulni. Viszont mégis egy hétköznapi dologról beszélünk, itt ugye egy olyan kapcsolatról, ami már nem működik, de mégsem tudunk kiszállni belőle, nem tudjuk, hogy kiszálljunk, megoldjuk-e, vagy mi legyen, és hát nagyon-nagyon sok ilyen kapcsolat van, és hát mi is nyilván így a múltbéli rossz kapcsolatokból inspirálódtunk, és hát egyébként nagyon sokan mondják nekem, hogy jól tudnak azonosulni a dallal, ami egy szomorú tény egyébként, mert hát igen, ez nem egy jó dolog, de nagyon remélem, és azt kívánom ezeknek az embereknek, hogy minél előbb találják meg a boldogságot. Miért nem szóltál? Neked kevés vagyok most már. Lehet, hogy boldogabbak lennénk egyedül. Ne hidd, hogy nélküled elvesznék egyedül. Nagyon szeretünk zenélni, és nagyon... De ki fogom mondani, nagyon tudunk. De ki fogom mondani, mert ez az igazság. És amikor mi beültünk a stúdióba, akkor semmilyenféle izzadságszaga nem volt az egésznek, hanem megfogtam a gitárt, ő énekelt, én is énekeltem, egyszer csak kifolyt belőlünk mind a kettőnkből a dalszöveg, és egyszer csak azt éreztük, hogy azért olyan könnyű ezt most megcsinálni, mert mi nem gondolkozunk azon, hogy most a rádió mit mond, vagy a tévé mit mond, hanem mi most zenélünk, mi most azt csináljuk, amihez igazán értünk. És ezt érezhető ebbe dalba. Sajnálom, de tényleg régen más voltál, vele fáradtam, börtönbe zársz. A klipben próbálok egy ilyen olyan nőt alakítani, aki tud veszekedni, meg tud konfrontálódni. Hát a való életben is nyilván vannak helyzetek, amikor kibukik belőlem ez az énem, de egyébként ott a forgatáson ez nagyon nehezen ment. Tehát, hogy volt egy olyan jelenet, hogy próbáltam pofon vágni a Viktort, vagy konkrétan pofon is vágtam, csak nem sikerült elég jól ahhoz, hogy bevágjuk, mert annyira, hát na, igazából inkább simítás lett a vége, mint pofon, és nem volt túl hiteles, ezért ki kellett vágni, de egyébként hát nem tudom. Van egy ilyen énem, de ott nem tudtam ezt megmutatni, na. Ugyanoda tart az egész, ahol eddig is voltunk már. Akárhogy is próbálom menteni mindent, ezért már kár. Az, hogy mit adunk a média irányába, az nem feltétlenül azt jelenti, ami történik zárt ajtók mögül. Szóval mindenkinek megvan a saját otthoni élete. Én is néha egy kicsit más ember vagyok otthon, mint amit a kamera előtt mutatok, mert azért, amikor együtt él az ember valakivel, akkor nem lehet, szóval képtelenség minden nap egy boldog nap, minden nap egy zen napot tartani. Vannak veszekedések, és hol hangosabb, hol csöndesebbek ezek a veszekedések, és igazából ebbe a klipbe ezt akartuk mutatni, amikor a kapcsolat már eléri azt a szintet, ahol nem tud nyugodtan megbeszélni vagy kommunikálni egy helyzetet, hanem muszáj kiabálni, muszáj egy kicsit agresszívabb lenni, nem úgy fizikálisan agresszív, csak úgy a hangilag. És ezt a toxikus kapcsolatot próbáltuk létrehozni. Az biztos, hogy a videoklip úgy zajlott, hogy minden egyes jelenet után mi elröhögtük magunkat. Szóval, mert annyira testidegen volt tőlünk ez, hogy mind a ketten röhögtünk, és emiatt ahhoz képest, hogy egy komoly hangulatú videoklipet gyártottunk, ahhoz képest egy nagyon szórakoztató nap volt. Miért nem szóltál? Neked kevés vagyok most már. Lehet, hogy boldogabbak lennék egyedül, de hívtam nélküled, ne vesznék egyedül. Miért nem szóltál? Neked kevés vagyok most már. Lehet, hogy boldogabbak lennénk egyedül, de hívtam nélküled, ne vesznék egyedül. Köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a SlágerTV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slágertv@slágertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk a vasárnapi ismétlés után megnézhető a Magyar SlágerTV YouTube csatornáján is. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!